think we could rename our church the sick church tonight. Talán átnevezhetjük beteg gyülekezetnek ma a gyülekezetünket. With Robbie's voice and I'm still in it, but anyways. Robbie-nak hangja is, én is beteg vagyok, még nem mindegy. Genesis 49. 1 Mózes 49. Last week we looked at how Jacob calls for Joseph and his two sons Ephraim and Manasseh and he blesses them. Ugye múlt héten azt láthattuk, hogy Jákob hívja Józsefet és annak a két fiát, Ézsauit és Efraimot és Efraut és Manassét, és hogyan áldja meg őket. And he blesses Manasseh and gives him the blessing of the firstborn over Ephraim, even though Manasseh was the younger brother. Mert Manassé volt a fiatalabb fiú, mégis őt áldja meg az elsőszülöttnek járó joggal. And Jacob in verse 1 of chapter 49 called his sons and he said, gather yourselves together that I may tell you what shall happen to you in the days to come. Első verstől 49. Jákob hívatta fiait és ezt mondta, gyűjjetek össze, hadd mondjam el, mi történik veletek a messze jövőben. Jacob is on his deathbed. Jákob itt már a halálos ágyán van. He's 147. He's been in Egypt for 17 years. 147 éves már 17 éve ott volt Egyiptomban. He got to spend the last 17 years of his life with his son who he loved, Joseph. Az életének utolsó 17 évét az ő szeretett fiával Józseffel töltötte. And he's calling them together and he's going to prophesy over them. Összehívja tehát a fiait és prófétál fölöttük. What's going on here is more than just wishing good things or leaving an inheritance. He's prophesying over his 12 sons who would make up the 12 tribes of Israel who become a nation. Tehát itt többről van szó, mint jó kívánságokról, vagy ilyen örökségnek az átadásáról. Itt a 12 fiához szól, akik majd ugye a Izrael 12 törzse lesznek, és annak a sorsáról. And what we're going to see is we're going to see him deal with his kids specifically. És azt fogjuk látni, hogy mindegyik fiával egyedi módon bánik. Because it's really easy when you have more than one kid just to say, oh God, just bless my kids. Ez nagyon könnyű, hogy az emberek több mint egy gyereke, vagy ó, Uram, áld meg a gyerekeimet. I do that. Lord, bless my girls. Én ezt sokszor szoktam csinálni, hogy Uram, áld meg a lányaimat. You know, and the focus is on them, plural, instead of them as individuals. És hát a hangsúly ugye azon, hogy ők, mint ketten, nem pedig egyénenként. And what we see here is we're going to see Jacob dealing with each of his kids, prophesying over each of his kids individually. Itt pedig azt láthatjuk, hogy Jákob nagyon is egyenként bánik az összes fiával, és egyenként prófétál nekik. Now, we've seen in Jacob's life, he hasn't always been the most spiritual leader, strongest leader. De azt láthatjuk Jákob életében, hogy azért nem ő volt mindig a legerősebb szellemi vezető, nem he ő volt a legjobb. The protector of the family that he should have been. Nem volt a családnak az a fajta védelmezője, ami kellett volna, hogy legyen. And his sons on a couple of occasions did some things that were not so nice. És hát a fiai egyszer-kézre csináltak olyan dolgot, ami nem volt túl szép. Not things you would want from your Christian boys. Olyan dolgokat, amiket a keresztény fiaidnak te nem szeretné, hogy tegyenek. And he's going to rebuke and actually curse three of his sons. És hát megdorgálja, és meg is átkozza három fiát. And this is interesting because, you know, sometimes parents are blinded to the faults and the failures of their kids. Ez azért érdekes, mert ugye időnként a szülők így vakok a gyerekeiknek a bűneire vagy hibáira. And I think you see this a lot in schools today. És manapság a suliba ezt nagyon gyakran lehet látni. And I think what best describes it is a picture that I saw on Facebook. És azt hiszem, ezt a legjobban az mutatja, amit a Facebookon láttam egy képen. 30 years ago, when parents would go to the talk to the teacher about the kid. 30 évvel ezelőtt, amikor a szülők bementek a tanárhoz, hogy beszéljenek a gyerekeikről. The picture is the teacher and the parent would both be talking to the kid like you need to change. De az volt a kép hozzá, hogy a tanár is meg a szülő is így magyaráz a gyereknek, hogy meg kell változnod. In today's world, the child and the parent go to the teacher and they're pointing at the teacher. Like it's the teacher's fault. A mai kép pedig az, hogy mind a gyerek, mind a szülő a tanárra mutogatnak, hogy ez az ő hibája. Parents are completely blind
to the fact that their kids are little sinners. A szülők azok teljesen vakok arra a tényre, hogy a gyerekek kis bűnösök. And sometimes you gotta deal with them as little sinners. És időnként úgy is kell velük bánni, mint bűnösökkel. Now, he's going to deal with all his sons individually. Mert minden egyes fiával egyénileg fog bánni. Because you deal with your kids individually, but sometimes you need to discipline them. Mint ahogy az a jó, hogyha az ember a saját gyerekeivel is egyénenként már, de időnként fegyelmezni kell őket. And he says, assemble and listen, O sons of Jacob, and listen to Israel, your father. És azt mondja, gyűjjetek egybe, hallgassatok meg, Jákob fiai, hallgassatok atyátokra, Izraelre. I want to stop there before he talks about Reuben, because I like verse 2. Még itt meg szeretnék állni, mielőtt Reubenről fogok beszélni, nagyon szeretem a kettes verset. Because you see Jacob referring to himself both as Jacob and Israel. Mert azt láthatjuk, hogy Jákob mind Jákobként, mind Izraelként utal saját magára. And who God was making him into. Hogy ő az, aki volt, és hogy mivé tette őt Isten. And I think we live in that constant tension of who I was and who God's making me. És hát mi is tulajdonképpen folyamatosan ebben a feszültségben élünk, hogy aki voltam és akivé Isten tesz engem. And this is the reality of life. És ez az életnek a valósága. That, you know, we are not perfected yet. Hogy még nem vagyunk tökéletesek. We're still going to make mistakes, we're still going to sin, we're still going to fall. Továbbra is fogunk elkövetni hibákat, bűnöket, továbbra is el fogunk bukni. And I don't want to minimize sin at all. De egyáltalán nem akarnám így lekicsinyleni a bűnt. But I want you to realize that you're still gonna sin, and so you shouldn't be so like, oh, I got angry again, and oh my gosh, Lord, you know. De továbbra is fogunk elkövetni bűnöket, úgyhogy nem kell annyira meglepődött, hogy már megint mérges lettem, te jó ég. I got mad at this idiot a couple days ago. Néhány nappal ezelőtt nagyon dühös voltam a városban. You know, I'm turning onto József Attila from the Makkos-házi körútról kanyarodtam a József Attilára. And it's a kind of complicated intersection. Ez egy viszonylag bonyolult kereszteződés. Robi knows what I'm talking about. There's two turn lanes. Hogy van ugye két kanyarodó sáv. And the way that turning works is you turn and you stay in your lane. You don't cut into the inside lane or the outside lane. És ugye ez úgy illik csinálni, hogy amikor kanyarodik az ember, yeah, továbbra is a saját sávjába marad, és nem vág elé a másiknak. No, I always go on the outside lane because it's quicker. Long story. Én egyébként mindig a külső sávba szoktam menni, az gyorsabb, mindegy. But coming from the other direction, you can turn and there's no light. A másik irányból viszont lehet úgy is kanyarodni, nincsen külön lámpa. It's a protected right-hand turn. Hiszen ugye az egy ilyen jobbkezes kanyar. But there's a stop sign. De hogy nem, ott van egy stop tábla. Okay, so I'm turning left. Szóval kanyarodok balra. My light's green. I'm going. Zöld lámpa, okay. Balra kanyarodok. Young punk. Kis idióta. And if he's listening, you're young punk and you were wrong. Hogyha hallgatsz, akkor is az vagy. Because he was turning right and did not stop. Kanyarodott szemből jobbról, és nem állt meg. I mean, the big red octagon stop sign. Ott van a nagy, hatalmas, piros stop tábla. And the guy just kept going. De nem zavarta a srácot. He was gonna hit me. Hát majdnem belém jött. I honked. Persze dudáltam. He honks back and says something about my mama, I think. Erre ő visszadudált, és valószínűleg az anyukámmal kapcsolatban említett valamit. That boy doesn't want to ever meet my mama, I'll tell you that much. Az bizony, az az ember nem akar találkozni anyukámmal. But I yelled at him. Rákiáltottam. I'm like, you idiot! Te idióta! There's a stop sign! Próbáltam segíteni neki, hogy ott van a stop tábla. And I didn't flip him off. I didn't flip him off. De nem intettem be neki. I wanted to. Persze akartam. It's just me. I'm sorry. Bocsát, I'm a human being. Emberi lény vagyok. Okay? But I said, there's a stop sign, you idiot. De mutogattam neki, hogy ott van a stop tábla, te And he's hallat. Like chasing me, and I'm thinking, dude, come on. Egyet üldözni, meg úgy, gyere. I was not in a good mood that day. Hát aznap nem volt egyébként se jó hangulatban. So I turn into Bakhton, he keeps going. Lekanyarodtam Bakhton, meg ment tovább, sajnos egyébként. Was it right for me to yell at this guy and call him an idiot?
Jogos volt-e, hogy rákjabáltam és idiótának hívtam? Probably not, because my heart was, I was angry. Valószínűleg nem, mert hogy eleve mérges voltam. It was a sin. Bűn volt. Okay, God forgive me for being an angry person, and God forgive me. Uram, bocsáss meg, hogy én ilyen mérges voltam, és hát Isten megbocsájtott. But it's not like, and I hate to say this, it's not the end of the world that I yell at a guy. És hát nem szívesen mondom, de hát igazán nem ez a világ vége, hogy okay, ráordítottam valakire. I'm a sinner, and I sin. Tehát bűnös vagyok, bűnt követtem el. And you know, I'm not letting it ruin my week. It ruined my 20 minutes that afternoon, but it's not ruining my week. It's a funny story now. És nem engedtem, hogy az egész hetemet tönkre tegye ez a valami. A következő 20 percben elég bosszus voltam, de most már inkább vicces. But we live in this tension of who we are and who God is making us. Szóval ebben a feszültségben élünk, hogy akik voltunk, meg aki, vagy akik vagyunk, meg akivé Isten tesz bennünket. And so when you sin, not if, when, don't be so hard on yourself. Úgyhogy amikor bűnkövetsz el, nem ha, hanem amikor bűnkövetsz el, azért ne bánj magaddal túlságosan keményen. Yes, you should grieve over your sin. Persze meg kell szomorodj a bűnöd miatt. But don't kill yourself over your sin. De azért ne öld meg magad a bűnöd. Jesus already died for it. You don't need to kill yourself. Hiszen Jézus már meghalt érte, magadnak nem kell belehalni. And I love this tension in Jacob's life, because it's a tension we all deal with, we all live in. És nagyon tetszik ez a feszültség Jákob életében, hiszen mi mindannyian ebben élünk. You know, he's less like Jacob and more like Israel every day, but there's still this battle in him. Ugye minden nap egyre inkább Izraelek leszünk, egyre kevésbé Jákob, de mégis azért benne élünk ebben a csatában. He speaks to his firstborn son Reuben. He says, Reuben, you're my firstborn, my might and the first fruits of my strength, preeminent in dignity and preeminent in power. Ruben, te vagy elsőszülöttem, erőm, férfi erőm első termése, kiválóan hatalmas, kiválóan erős. And Reuben's like, yeah, I'm strong, yeah, I'm the firstborn, yeah, dad, give me the blessing. És akkor Ruben így pörgeti magát, hogy igen, én vagyok a legerősebb, én vagyok az elsőszülött, ide az áldás. But he rebukes his son. He disciplines him. De aztán megdorgálja, megfegyelmezi a fiát. And kids need discipline. És a gyerekeknek szükségük van a fegyelmezésre. I know that. And you know, pray for us parents. És ezt én tudom, és imádkozzatok értünk szülőkért. Pray for us parents. We need wisdom. We don't know what we're doing. Mert szükségünk van a bölcsességre, mert fogalmunk nincs, hogy mit csinálunk. Because all kids are different. Minden gyerek más. I mean, I remember Zara, she was like a kid, like there Odie literally had this book. And it was like, the kid sleeps, okay, the kid eats, okay, the kid poops, okay, you know, Zara was like, book, child, this is easy. Emlékszem, amikor Zara kicsi volt, akkor volt egy könyvünk, és akkor Odi szépen lekövette a könyv alapján, hogy a gyerek alszik, aludt, a gyerek eszik, evett, a gyerek kakil, eszik, tehát you know, megy ez. You know, Kira comes along, Kira looks at the book, completely different child. És megérkezett Kira, fogta a könyvet és elhajította teljesen más gyerek. Please, please pray for the parents in our church. We need wisdom and we especially need wisdom in how to discipline our kids. És kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értünk szülőkért, mert nagyon nagy szükségünk van rá, különösen azzal kapcsolatban, hogy hogyan fegyelmezzük a gyerekeinket. Because we can read books and I'm actually reading a book about disciplining kids right now. Rengeteg könyvet el lehet olvasni, egyébként pont épp most olvasok is egy könyvet arról, hogy hogyan kell gyerekeket fegyelmezni. Books, és persze meg lehet dolgokat tanulni könyvből. Each child is different. De minden egyes gyerek and más. How you discipline is different, so pray for us. Így az is, hogy hogyan lehet fegyelmezni egy adott gyereket, az you is know, más, úgyhogy imádkozzatok értem. You know, when you think of Roby, think that he's got a little 2.5-year-old and a 14-year-old. They're different. One's a boy, one's a girl, one's a teenager, one's just cuter than heck. Vagy ha ott van mondjuk Robiékra gondolok, van egy 14 éves gyerekük, meg van egy 2,5 éves, az egyik lány, teenager, a másik meg egy nagyon cuki kisgyerek. Cuki, Samu. Igen. You know, it's just different. And you know, my girls are different. You all know that. Ugye ők teljesen mások, hogy az én lányaim is teljesen mások, nyilván ez így van. You will know that. Vagy te is megtudod. You know. Csak egy van. Yeah, he's just hanging out, you know. He does his thing. And so he's going to rebuke Reuben. But let me say this before we get into the rebuke. Úgyhogy meg fogja majd dorgálni Reuben, de hadd mondjak még valamit, mielőtt belevágunk ebbe a dorgálásba. Because Reuben actually turned out to be a bad kid. Mert igazán Reuben tényleg rossz gyerek volt. And
Sometimes good people have bad kids. Sőt, igazából van úgy, hogy a jó szülőknek rossz gyerekeik lesznek. You know, you do everything you can, and then you pray and you trust God, but you know, your kids get to a point in life where they make their own decisions. Ugye igyekszel minden tőletelhetőt megtenni, imádkozol a gyerekedért, és aztán hát az van, hogy a gyerek az idő után a saját döntéseit hozza meg. And sometimes they will make bad decisions that will ruin their life. És időnként van, hogy rossz döntéseket hoznak, ami tönkreteszi az életüket. And after a certain point, it's not your fault anymore. És egy bizonyos pont után már nem a te hibád. You know, when your child is in their 30s and they're still screwing things up, they're an adult. They got to suffer the consequences. És ha már a gyereked, mondjuk már 30 éves, akkor és még mindig hülyeséget csinál, az már tényleg felnőtt, az már az ő dolga, ő fogja elszenvedni a következményeket. It doesn't mean that you made a mistake. Ez nem azt jelenti, hogy te valamilyen hibát követtél. Now we hope, we pray, we try and teach our children in the ways of the Lord. Ugye reméljük, meg igyekszünk, törekszünk arra, meg imádkozunk azért, hogy az Úr útjain tanítsuk a gyerekünket. That they will make a decision to follow Christ. És hát nagyon reméljük, hogy fog egy döntés hozni, hogy Krisztus követi. But they might make decisions that mess up their lives. And I gotta say, it's not your fault. De lehet, hogy hoznak majd olyan döntések, amiket így felborítják az életüket, és hát hadd mondjam, hogy ez nem a te hibád. Reuben made a decision. That was a very bad decision. That wasn't his dad's fault, but Reuben's going to now suffer the consequences. És hát Reuben is hozott egy olyan döntést, ami nagyon rossz döntés volt, nem az apjának volt a hibája, Reuben fogja elszenvedni ennek a következményeit. Unstable as water, you shall not have preeminence. Because you went up to your father's bed and you defiled it, he went up to my couch. Kiárattál, mint a víz, nem maradsz az első, mert atyád ágyába léptél, akkor meggyaláztál, nyoszolyámba léptél. His special standing as the firstborn was forfeit because he had sex with his stepmom. Az ő különleges dolga, hogy ő elsőszült volt, az fel lett függesztve, mert a mostóanyjával lefeküdt. You know, in chapter 35, he slept with Bilha, one of his father's wives. Ugye a 35. fejezetben olvasunk arról, hogy Bilhával, Jákob egyik feleségével feküdt le. He basically says, son, you're a disgusting pervert. Gyakorlatilag azt mondja neki, hogy fiam, te egy gusztustalan perverz vagy. And because you're a pervert, you forfeit your leadership position and your preeminence in the family. És mivel ilyen perverz vagy, ezért így elveszted az elsőszülöttségi jogodat, ezt az elsőbbségedet a családban. You know, it seems like in today's world both men and women are perverted. Tűnik, hogy manapság nagyon sok ilyen perverz van. You know, it's not just men anymore, it's women too. És most már nem csak férfiak, hanem nők is. It's women go, you know, women in their 40s going to pick up boys in their early 20s. Tehát 40-es évben járó nők ilyen 20 éves srácokat csípnek föl. You know, it's 60-year-old men divorcing their second wife for a 20-year-old. Egy 60 éves férfi másodszorra válik el egy 20 éves nő miatt. It's having a wife and a mistress on the side. Vagy van felesége, meg van még szeretője ez mellett. There's so much perversion in our world. De a világunkban van sok ilyen perverzió van. You know, I think because we're older, we're blinded to a lot of it. És azt gondolom, hogy azért, mert mi már idősebbek vagyunk, ezért ezt nem látjuk, így nem veszük észre. I know a lot of what's going on at the school I work at, the schools I work at. Mondjuk azt, hogy nálunk mondjuk a suliban mi vagy, azt azért viszonylag jól látom. Because I'm an approachable person and people trust me. Mert egy megközelíthető ember vagyok, és az emberek bíznak bennem. But there are some things I don't know, and I don't even know if I want to know them. De azért vannak olyan dolgok, amiket én sem tudok, és lehet, hogy nem is biztos, hogy szeretném tudni. You know, but there is perversion in our world, and perversion always destroys, always handicaps people. És hát ugye a világban benne van ez a perverzió, és ez mindig megnyomorítja az embereket. You know, and Reuben and his, because he was a pervert and he's unstable, nobody from, you're never going to hear about anybody from the tribe of Reuben. They're just nobodies. És mivel Reuben ilyen perverz volt, meg teljesen ilyen nem volt stabil ember, ezért tulajdonképpen a Reuben családjából leszármazott közül senkiből nem lett ilyen nagy ember, akiről hallodnánk. There's nothing from the tribe of Reuben, they're just there.
Itt semmi érdekes nincsen Ruben családjában, vagy a törzsben, csak úgy ott vannak. Simeon and Levi are brothers. Weapons of violence are their swords. Let my soul not come into their council. O my glory, do not be joined to their company. For in anger they killed men, and in their willfulness they hamstrung oxen. Simeon és Lévi testvérek, erőszak eszközei a fegyvereik. Közösségükben ne menj lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj dicsőségem, mert embert öltek haragjukban, kesztelésükben bikát bénítottak. Now, remember when their sister Dinah was raped. Hát emlékeztek, amikor a testvérüket Dinát megerőszakolták? You know, Jacob should have done something. Jákobnak kellett volna, hogy tegyen valamit. Jacob didn't do anything. Szóval Jákob nem csinált semmit. Simeon and Levi were like, no, you don't do that to our sister. No. És Simeon meg Lévi úgy volt, ilyet nem lehet csinálni a testvérünkkel. And so they told the men of Shechem, yeah, sure, you want to marry Dinah? Yeah, yeah, everybody needs to be circumcised. Úgyhogy azt találták ki, hogy azt mondják a sikemi embereknek, hogy jó, hát végül is el lehet venni feleségül a húgunkat, de akkor mindenkinek körül kell metélkedni. It says 3 days later when they were still sore. És három nappal később, amikor még mindig az ágyat nyomták. All the men of the city, the village were in bed. They were hurting. Ugye mindenkinek fájt még a minden. Simeon and Levi went through and just slaughtered all the men, and they hamstringed the oxen. They were cruel to animals. Simeon és Lévi mentek és megölték az összes férfit, sőt még az állatokat is megkínozták, elvágták az inokat. You know, they were violent and anger. This is another downfall, especially for men. Nagyon ilyen erőszakosak és haragosak voltak. Ez a férfi, különösen a férfiaknak ez nagyon nagy veszély. The big problem with men is perversion and anger. Tehát a férfiaknak a legnagyobb probléma ez a perverzió meg harag. You know, for women it's, I would say, perversion and jealousy. A nőknek szerintem a perverzió és a féltékenység, irigység. But the Simeon and Levi, because they were angry, because they let violence rule over them, their dad says, you're going to be scattered throughout the land. És mivel Simeon és Lévi odaadták magukat a haragjuknak, és ilyen erőszakosak lettek, azt mondta az apjuk, hogy titeket így elsöpörnek a földről. Now, you would think that because they made this huge error, this huge sin, that they would be done. És lehet azt gondolni az ember, hogy mivel ezt a hatalmas szörnyű bűnt elkövették, végeztek velük. But you know Levi. They're the priestly tribe. That Lévit ismeritek, ők lettek a papi törzs. They were scattered throughout the land. Ja, ők szétszóródtak a földön. Because they were given 48 cities when the nation of Israel claimed the promised land. Ja, 48 várost kaptak, amikor Izrael földjére, vagy az ígéret földjére belépett Izrael. And so yes, they were scattered. They did not have one area to themselves. És hát igen, szétszóródtak, tehát nem volt egy saját konkrét területük. But God showed great grace to them in that they were allowed to be the priestly tribe. De Isten nagy irgalmat mutatott feléjük, hogy ők lehettek a papi törzs. And they weren't chosen to be the priestly tribe because they were the best tribe. God just chose them. De nem azért választotta Isten őket a papi törzsnek, ők voltak a legjobb törzs, egyszerűen Isten őket választotta. God just graced them. It was his sovereign grace. Isten megkegyelmezett nekik, és az ő szuverén kegyelméből tette ezt. Judah, your brothers shall praise you. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's sons will bow down before you. Judah is a lion's cub. From the prey, my son, you have gone up. He stooped down. He crouched as a lion and as a lioness who dares rouse him. The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until Shiloh comes to him. And to him shall be the obedience of the peoples, binding his fowl to the vine and his donkey's colt to the choice vine. He washed his garments in wine and his vesture in the blood of grapes. His eyes are darker than wine and his teeth whiter than milk.
Fiatal oroszlán vagy Júda, Prédától lettél naggyá, fiam. Lehevet, elnyújtózott, mint a hím oroszlán, vagy a nőstény oroszlán, kimerné fölkelteni. Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljön Siló, akinek engednek a népek. Szülőtőhöz köti szamarát, nemes tőkéhez szamát csikaját. Ruháját borban mossa, köntösét a szőlő vérében. Szemei bornál ragyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek. One of the things we've seen through the life of Joseph is the work of God in Judah's life. József élete során, amit még láthattunk ezen kívül, az az volt, hogy Isten hogyan munkálkodik Júda életében. Judah went from a pervert, sleeping with his daughter-in-law, that's pretty perverted. Ugye Júda úgy indult, hogy elég perverz volt, hiszen a mennyével feküdt le, azért az elég perverz volt. Selling his brother into slavery, what a jerk. Ugye elég bunkó is volt, mert eladta a rabszolgának a tesóján. So at the end, he says to his father about Benjamin, he says, Dad, if I don't bring Benjamin back, I will take his place. És egészen odáig jutott végül, hogy azt mondta az apjának, Benyáminnal kapcsolatban, hogy ha nem hozom vissza Benyámin, akkor engem okolj érte. Judah was taking the lead, and from Judah would be the leaders, the kings of Israel. És Júda egy ilyen vezetővé lépett elő, és Júda törzséből származik majd a király. From the tribe of Judah will come David. És Júda törzséből származik Dávid. And then the line of kings from David. És Dávidtól ugye a királyok sora. And it will all lead up to the King of Kings, Jesus Christ. És ez mind a királyok királyához, Jézus Krisztushoz vezet. That the ruler, the Messiah, would be from the tribe of Judah. And Jesus is referred to as the Lion of the tribe of Judah. És ugye, hogy az uralkodó, a király, az Júda törzséből fog jönni, és Jézusra úgy utalnak, mint a Júda törzséből való oroszlán. And so, here Jacob says, Judah, your brothers are going to bow down to you. Azt mondja tehát, hogy Jákob, hogy Júda, a testvéreid meghajolnak előtted. The rulers are going to come from you. Fejedelmek származnak tőled. Until that time when the King of Kings comes, and that's who he's talking about in verse 11 and 12. Addig, amíg el nem jön a királyok királya, itt a 11-12-es versben őróla van szó. Zebulun shall dwell at the shore of the sea, and he shall become a haven for ships, and his borders shall be at Sidon. Zebulun a tengerpart felé lakik, a hajók kikötője felé, és oldala Szidónnal határos. You guys will be seafaring people. Issachar is a strong donkey crouching between the sheepfolds. Ugye, ők ilyen tenger melléki népek lesznek. Issachar nagy csontú szamár, az aklok között heverész. Issachar would be a tribe that would be really doing, they would do manual labor. És hát Issachar törzséből származnak azok az emberek, akik a kétkezi munkát csinálták. Not really smart, but strong. Nem túl okos, de azért erős emberek. You know, verse 15 also about Issachar. He saw a resting place was good and that land was pleasant, so he bowed his shoulder to bear and became a servant at forced labor. A 15-ösben továbbra is Issachárról szól, de látva milyen jó a nyugalom és milyen szép a föld, teher alá hajtja vállát és robotos szolgává lesz. So Issachar would just do manual labor, which is, you know, not a bad thing. Úgyhogy is akár egyszerűen csak, hogy a fizikai munkát fog végezni, ami azért összességében nem rossz. Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel. Dan shall be a serpent in the way, a viper by the path that bites the horse's heel so that the rider falls backwards. Dan ítéli a maga népét, mint Izrael bármely törzse. Dan kígyó lesz az úton, vipera az ösvényén, a ló csüggyébe harap, és lovasa hanyatt esik. Dan, he's blessed and he's cursed, the tribe. Dan egy áldott és egyben átkozott törzs is. From Dan would come judges, because Daniel means God is my judge. Ugye Dán törzséből származnak bírák, ugye Dániel azt jelenti, hogy az Úr az én bírám. And so there's a positive aspect to the tribe of Dan. Tehát Dánnak van egy ilyen pozitív hozadéka is. But there's also a negative aspect in that it's the tribe of Dan that introduces idolatry into the nation of Israel like a snake bite.
De van egy ilyen negatív oldala is Dán törzsének, hogy ők lesznek azok, akik a bálványimádást behozzák Izrael törzsébe egyfajta ilyen kigyóharapásként. Dan would become the center of idol worship in Israel. Dan lesz a bálványimádásnak a központja Izraelben. It would really lead to the downfall of the northern kingdom. Ami ugye az északi királyságnak a bukásához vezet. I wait for your salvation, O Lord. Szabadításodra várok, Uram. I love this little prayer. Nagyon tetszik ez a pici kis ima. You know, he interrupts his prophesies just to pray. Így félbeszakítja a proféciát, csak hogy imádkozzon. Because he understands, without God's divine deliverance, his kids wouldn't have any hope. Mert megértette azt, hogy isteni szabadítása nélkül a gyerekeinek nem volna reménye. Now what's weird about this is the last time I taught through Genesis, it was like 11 or 12 years ago. Ami vicces az egészben, hogy 11 vagy 12 éve ezelőtt tanítottam utoljára az egy Mózes. That was in my BC days, my before children days. Ez még így a hát gyerekek előtt volt. You know, kölykök előtti korszak. Ja, KE. Előtt. It was BC. And I think this scripture, this passage takes on new meaning for me now. És most, hogy újra ezt olvasom, ez az igerész már szinte teljesen más jelent. Because Jacob just says, Lord, I wait for your salvation. He's like, God, without you, my kids, they're hopeless. Mert hogy azt imádkozza Jákob, hogy szabadításodra várok, Uram, hogy a gyerekek a te segítséged nélkül reménytelenek. And as I've been thinking on Genesis 49 for a few days now, the one thing that's on my heart is the great need I have to pray more for my kids and with my kids. És most, hogy az elmúlt napokban viszonylag sokat gondolkozok ezen a 49-es fejezeten, azt látom, hogy a legnagyobb szükségem arra van, hogy imádkozzak a gyerekeimért és a gyerekeimmel. You know, more than just Lord bless this food you've given us. Egy kicsit többet annál, mint hogy Uram, áld meg az ételünket. You know, just to put my hands on my kids. Pray over them, pray for them. Hanem hogy így rátegyem a kezemet a gyerekeimre és imádkozzak értük, you know, imádkozzak velük. Because my kids need the Lord. Mert a gyerekeimnek szükségük van az Úrra. Your kids need the Lord. And if you have kids, pray for your kids. És a te gyerekeidnek is szüksége van az Úrra, hogyha vannak gyerekeid, imádkozz a gyerekeidért. And I would also say, if you work with kids, like I do, or like Bea does, or even you do, kind of kids, young adults. És én azt is gondolom egyébként, hogyha ilyen gyerekekkel, vagy esetleg fiatalokkal dolgozol, mint mondjuk én vagy a Bea, akkor we need to pray for our kids. Ezekért a gyerekekért is imádkozni kell. You know, I spend time preparing for my lessons. I don't think I've ever prayed for classes, and I want to do that. És hát az ember időt tölt azzal, hogy készüljön egy-egy órára, de nem emlékszem olyanra, hogy így imádkoztam volna egy-egy osztályért. De úgy gondolom, hogy itt az ideje. It's maybe high time for teachers to do that. Teachers in our church to pray for their kids that they teach. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt a legnagyobb ideje, hogy a gyülekezetünkben járó tanárok imádkozzanak a gyerekeikért. Verse 19, raiders shall raid Gad, but he shall raid at their heels. Gad, they're going to be a bunch of fighters. Gádot martalócok marják, de ő a sarkukban mar. They're going to be fighters, they're going to be the kids who just like fighting, warriors. Egyrészt ilyen harcosok lesznek, meg mindig marakodni is tudnak. Asher's foot shall be rich, and he shall yield royal delicacies. Asher kenyere kövér, királyi csemegéket ad. Asher's going to like the kitchen, baking stuff and cooking stuff. Asher nagyon szeret a konyhába lenni majd, sütni, főzni. They'll provide, you know, food for royalty. A királyoknak fog főzni. Naphtali is a doe let loose that bears fruitful fawns. Naphtali gyorslábú szarvas, ő szép szarvakat hallat. Naphtali would flourish and they would be nourished by the natural resources in the upper Galilee region. Naphtali ilyen virágzó rész lesz, és ott a Galilea északi részének területe. Joseph, now moving to Joseph, is a fruitful bow by a spring. His branches run over the wall. The archers bitterly attacked him and shot at him and harassed him severely, yet his bow remained unmoved. His arms were made agile by the hands of the mighty one of Jacob. From there is the shepherd, the stone of Israel, by the God of your fathers who will help you, by the Almighty who will bless you with blessings of heaven above, blessings of the deep that crouches beneath, blessings of the breasts
and of the womb. The blessings of your father are mighty beyond the blessing of my parents, up to the bounties of the everlasting hills. May they be on the head of Joseph and on the brow of him who set who was set apart from his brothers. Termőfa ága József, termőfa ága forrás mellett, ágai átnyúlnak a kőfalon. Ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok, de mozdulatlan marad íja, feszülnek izmos kezei Jákob erősségének kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától, atyád Istenétől, ki megsegít téged, a mindenhatótól, aki megáll téged, az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az emlők és anyamé áldásaival. Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségénél. Szálljanak József fejére, a testvérek közt megszenteltnek fejére. Now, Joseph was the beloved child. József volt a szeretett gyermek. He gets the longest blessing from his father, and it confirms his special standing among his brothers. Ő kapja a különleges, vagy a leghosszabb áldást a testvérek között, és a testvérek közötti különleges státusza is látszik and ebből. And even though his brothers were hostile towards him, God blessed him and made him fruitful. És bár a testvérei gonoszok voltak hozzá, Isten mégis megáldotta őt, gyümölcsözővé tette őt. He was sustained by the mighty one of Jacob. Which verse is that? Verse 24. Ahogy olvassuk a 24-es versben, hogy Jákob erősségének kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Yeah, his bow remained unmoved, his arms were made strong by the hands of the mighty one of Jacob. De mozdulatlan maradt íja, feszülnek izmos keze Jákob erősségének kezétől. Jacob was attacked, but God protected him, and God made him fruitful. Ugye Józsefet megtámadták, de Isten megsegítette őt, és ő gyümölcstermű volt. And the reason why Jacob, Joseph was made fruitful was to provide for his brothers. És azért lett József gyümölcstermű, hogy gondoskodjon a testvéreiről. He was blessed to provide for millions. És áldott volt, hogy sok millió emberről gondoskodjon. Not just his family, but the whole region, the whole world. Nem csak a közvetlen családjáról, hanem az egész régióról, az egész világról. And we see that he was made strong by God. That's one thing about Joseph. He just walked with God. És hát Isten tette őt erős, és ez egy fontos dolog József kapcsán, hogy ő egyszerűen Istennel járt. In good times and bad times he walked with God and God just blessed him. Jó időben vagy rossz időkben ő Istennel járt, Isten pedig megáldotta őt. And Joseph's descendants would experience blessing upon blessing. És József leszármazott, hogy az egyik áldást kapják a másik után. We talked about this last week how they would receive actually a double portion in the land through Ephraim from Ephraim and Manasseh. Ugye múlt héten megnéztük azt, hogy végül is hogyan kapott mégiscsak dupla áldást Efraimon és Manassén keresztül. And then Benjamin is a ravenous wolf, in the morning devouring the prey and at evening devouring the spoils. Benjamin ragadozó farkas, reggel zsákmányt teszik, este prédát oszt. Benjamin just big, strong, and you didn't want to mess with the tribe of Benjamin. Benjamin egyszerűen ilyen kigyúrt, erős, úgyhogy ne... They were tough tribe. A Dán törzs, ez nagyon kemény törzs Benjamin. Volt. Bocsánat, Benjamin törzse. And all these were the 12 tribes of Israel. This is what their father said to them as he blessed them, blessing each with the blessing suitable to them. Then he commanded them and said to them, I'm going to be gathered my people. Bury me with my fathers that is in the cave of the field of Ephron the Hittite, in the cave that is in the field of Machpelah, to the east of Mamre in the land of Canaan, which Abraham bought with the field from Ephron the Hittite to possess as a burying place. There they buried Abraham and Sarah his wife, and there they buried Isaac and Rebekah his wife, and there I buried Leah. The field and the cave that is in it were bought from the Hittites. When Jacob finished commanding his sons, he drew up his feet into the bed and breathed his last and was gathered to his people. Ez Izrael 12 törzse. Ezt mondta el nekik apjuk, amikor megáldotta őket, mindegyiket a ráillő áldással áldotta meg. Azután parancsot adott nekik, és ezt mondta, ha majd elődeim mellé kerülök, atyáim mellé temessetek, a Hettita Efrón mezein lévő barlangba. Abba a barlangba, amely Kánaán földjén van, Mamréval szemben, a Makpélai mezőn, amelyet Ábrahám vett meg a mezővel együtt a Hettita Efrontól, sírhelynek való birtokul. Oda temették el Ábrahámot és feleségét Sárán, oda temették el Izsákot és feleségét Rebekát.
Rebekát, oda temettem el Leát is. A hettitáktól megvett tulajdonos a mező, és a rajta lévő barlang. Amikor befejezte Jákob a fiainak szóló parancsokat, felhúzta lábait az ágyra, azután elhunyt és elődei mellé került. So he gives his final instructions about what to do after he dies. És végül elmondja, hogy mit kell tenni, miután ő meghalt. He doesn't say leave me here in Egypt. Nem azt mondja, hogy hagyjatok itt Egyiptomban. He doesn't say take me to Rachel who I buried on the way. Azt sem mondja, hogy temessetek Ráhel mellé, akit ott az úton temettem el. Take me back to my ancestors, to where God was. Hanem azt mondja, hogy vigyetek vissza az őseim földjére, ahol Isten is ott volt. I want to be with God. Istennel akarok lenni. And he says exactly what to do. És pontosan megmondja, hogy mit kell tenni. Again, the conversation you don't want to have with your family, but you need to. Ugye, újra erről a beszélgetésről van szó a családoddal, amit you know, nem szívesen teszel meg, de meg kell csinálni. I've never had this conversation with my wife. Én nekem soha nem volt meg ez a beszélgetésem a feleségemmel. But I think, you know, after going through Genesis, I maybe need to have this conversation. És hát lehet, hogy miután végigmennek az egymódosan, lehet, hogy mégiscsak megbeszéljük. I'm not planning on dying anytime soon. Még így mostában nem terveztem meghalni amúgy. It's not on my calendar for the next, 30 years or so, 35 maybe. A naptáramban nem iktattam be az elkövetkezendő 30-35 évre. But if it were to happen, I want it very clear. This is what I want done and everything. De hogyha megtörténne, akkor szeretném azt, hogy egyértelmű legyen, hogy mit akarok, hogy mi legyen. But you know, in the event that I die, you know, I want whatever, you know. Hogy azon az eseményen I want my wife to know what to do. Szeretném azt, hogy a feleségem tudja, hogy mit kell csinálni. And then Jacob, he commanded his sons. He got back into bed. And he died. És hát Jákob ugye elmondja a családjának, hogy mi legyen, aztán felhúzza a lábát az ágyra, és meghal. I love the way that Genesis describes this. He was gathered to his people. És nagyon tetszik az, ahogyan ezt leírja itt az egy Mózes, hogy elődei mellé került. He was a believer. He went to go be with the Lord. Hívő volt, és az Úrhoz ment. That's what death is. We're gathered together to the people of God. És ez a halál, amikor Isten népéhez kerülünk. You know, and I don't want to get into it too much. Nem akarnék túlságosan belemenni ebbe. But you know, when we do die, de amikor mégis majd meghalunk, and we get to heaven, a mennyországba jutunk, because of Jesus, Jézus miatt, I don't think it's going to be like, hi, I'm Kyle. Biztos, hogy nem úgy lesz, hogy szia, én Kyle vagyok. You know, it's not like we're going to have to walk around with name tags. Nem kell így külön kiragasztani a neveket ránk, like hogy megtanuljuk egymást. Mint a mormonoknak vagy valami. You know, az elder családból. You know, we're going to be gathered to our people we know. Hanem a saját népünkhöz megyünk, oda, akiket már ismerünk. And it's not the end, it's the beginning. És nyilván nem a végről van szó, hanem nagyon is a kezdetről. But this is the end for tonight. De ma estére ez a vége. Chapter 50 next week. Az 50-es fejezettel fogjuk folytatni jövő héten. Lord, I thank you for your word. Uram, köszönöm az igédet. I pray your Holy Spirit would take the important lessons and put them on our hearts. Arra kérlek, Uram, hogy a Szent Lelked helyezze a fontos üzenetet a szívünkre. I pray for the parents of our church. Imádkozom a gyülekezetben a szülőkért. Give us wisdom. Nekünk bölcsességet. How to raise our kids, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket. To love you, to love each other, to love others. Hogy szeressenek téged, szeressük egymást és másokat. Lord, I pray for more kids in our church. És imádkozom a gyülekezetben még több kisgyerekért. Pray you would open wombs, Lord, that might have been closed. Uram, arra azért imádkozom, hogy nyisd meg azokat az anyaméheket, amik így be vannak zárva. Lord, we know that life is from you. Tudjuk azt, hogy az élet az tőled van. And I just pray for more kids. És imádkozom több gyerekért. That we as a church would leave a legacy of faith in this city. Hogy mi gyülekezetként itt a hitnek az örökségét hagyhassuk magunk mögött that ebben there a városban. Would be a generation that comes up after us that knows you and loves you and serves you. Hogy a következő generáció, aki itt lesz ebben a városban, az olyan generáció legyen, aki ismert téged, szeret téged, szolgál téged. So Lord, we commit this to your hands. És ezt, Urunk, így a te kezedre bízzuk. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.